Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit január 13-án szerda reggel itt a Startban az ATV-n. Szent Iványi István, a liberálisok külpolitikai szakértője a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért örülök, hogy ma reggel ön van itt, mert elkerülhetetlen, hogy külpolitikai hírről beszélgessünk. Még ha csak a lapszemlével kezdjük a mai műsort, akkor is a címlapokon sorban 10 halálos áldozatot követelt az isztambuli terrortámadás. Csak külföldi, többségében német állampolgár esett áldozatul a tegnapi robbantásos merényletnek Isztambul egyik központi turisták által látogatott terén. Kiderült, hogy Szíriából jött, szaudi származású volt. Úgy fogalmaztak az újságok, hogy jól képzett terroristája volt az iszlám államnak, mégis a radar alatt mozgott Törökországban, ráadásul egy olyan országban, ahol terrorfenyegetettség van nyár óta. Igen, itt a probléma az, hogy a török-szír határ, vagy a török-iraki határ nem zár igazán. Erre már többször felhívták a figyelmet, az Amerikai Egyesült Államok is figyelmeztette Törökországot, hogy komolyabb ellenőrzést kell bevezetni, mert könnyen jöhetnek át, akár a menekültek között is, vagy attól függetlenül is terroristák. Egyébként mind a két irányban mozognak, tudjuk, hogy a terroristák utánpótlása nagyobb részt Törökországon keresztül jut el az iszlám államba. Ez egy figyelmeztetés Törökország számára, hogy változtatnia kell a stratégiáján. Idáig azért volt egy kétharcúság Törökország politikájában az iszlám állammal szemben. Egyfelől persze része volt a koalíciónak, tehát föllépett ellene, másfelől viszont elnéző volt, mert a kurdokkal szembeni politikájához szüksége volt az iszlám államra, úgymond féken tartotta az iszlám állama a kurdokat, akiket ellenségnek tekint a török állam, legalábbis azokat, akik függetlenségre törekednek, és Észak-Irakban, illetve Szíriában vannak. És eszközül használta a kurdok elleni támadásokra az iszlám állam elleni állítólagos harcban való részvételüket. Pontosan erről van szó, tehát Törökország azért sem zárta le ezeket a határokat, és azért sem lépett föl keményebben, mert úgy gondolta, hogy ez az ő céljait is szolgálja. Ma azonban ez a merénylet is arra figyelmeztet, hogy az iszlám állam nem ismer korlátokat és határokat, Törökországot is, amelyik egyébként nem volt idáig igazából ellenséges velük szemben, azt is hadszíntérnek tekinti. Bár a célpont nagyon nyilvánvalóan nem Törökország, és nem a törökök voltak. És ez be is jött. Igen, hiszen kizárólag külföldiek az áldozatok, nagyobb rész németek egyébként. Tehát azért ez egyszerre akart ütni Törökországon, mert hiszen a turizmust ez nagyon befolyásolni fogja, ami egy nagy bevételi forrás a Törökországnak, másrészt meg hát nyilvánvalóan az európaiakon. Az furcsa iróniája a dolognak, hogy főleg németek haltak meg, annak az országnak az állampolgárai, akik mindennél jobban befogadók voltak a menekültekkel és az onnan érkezőkkel szemben. Hát de sem az iszlám állam, sem a szírelők nincs különösebben tekintettel azokra az emberekre, akik menekülnek. Így van, tehát őket ez nem különösebben érdekli, őket nyugatot egészében ellenségnek tekintik, Németországot is, tehát semmilyen különös elbánásban nem részesül Németország sem. Na most Törökország ugye, amely NATO tagország, és rettenetes nyomás alatt van az Európai Unióval tárgyalásokban a menekültek megállítása miatt, és támogatást, végre egyre jelentősebb támogatást kap a menekültek ellátásában, az ottani menekült táborok életminőségének a javításában. Milyen nyomás alatt van ezzel a félig zárt határüggyel kapcsolatban? Már hónapok óta érezhet, hogy egyre nagyobb a nyomás Törökországon, hogy zárja le a határokat. Hát egyébként tudjuk, hogy ott üzletelések is folytak, török, hát nem mondom, hogy a hatóságok, mert ez túl erős állítás lenne, de minden esetre által magas körökhöz vezető üzleti körökkel, elsősorban olaj ügyletekben. Tehát sokan azt mondják, hogy az iszlám állam eddig azért tudott túlélni, mert napi 1,5 millió dollár értében tudott exportálni feketén Törökországon. Több helyre is. Elsősorban Törökországa, de még a szíriai rezsim is tőlük szerezte be. Tehát ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy miközben bizonyos helyeken frontok vannak és egymással szemben állnak, közben üzletelnek az iszlám állammal, van egy közösen fönntartott erőművük is, amit együtt üzemeltetnek, és olajat is onnan vesznek, mert onnan tudnak beszerezni. Tehát az egész egy rendkívül bonyolult helyzet, de minden esetre a lényeg az, amit ön is kérdezett, hogy Törökország kulcs szerepet játszik mind a menekült válság kezelésében, mind a közel-keleti rendezésben. Tehát Törökországnak egyértelmű szerepet kell ebben vállalnia. Reméljük, hogy ez a merénylet is egy figyelmeztetésé válik a török vezetésnek, hogy hol a helye. Velünk együtt az iszlám állam és a terrorizmussal szemben. Eshetnek a kurdok áldozatul egy törökökkel kötött szorosabb és működőbb szövetségnek?
ez egy nagyon nagy kockázat, és sajnos nagyon benne van a helyzetben, hogy idáig a frontvonalakon a kurdok voltak a legfőbb szövetségesek, hiszen ők voltak azok, akik ténylegesen hajlandók voltak felvenni a harcot az iszlám állammal szemben. Ugyanakkor Törökország csak akkor fog belépni, hogyha a saját érdekeit érvényesítheti. Nagyon idegesíti a kurd autonómia mind Irakban, mind Észak-Szíriában. Hát én nagyon remélem, hogy itt egy olyan kompromisszum születik, ami a kurdok önrendelkezését sem sérti. Ugye itt egy nagy tragédiáról van szó, ez egy 20-30 milliós nép, senki nem tudja pontosan mennyien vannak a saját ország nélkül. Több országban szétszólva, a legnagyobb részük egyébként Törökországban él. De sokan élnek Irakban, Iránban, Szíriában, és teljesen érthető az a törekvésük, hogy szeretnek legalábbis autonómiát, ha nem önálló országot. Hogy keretezzük ezt a beszélgetést a másik fontos külpolitikai témával, Németországgal, a menekültjog szűkítésével, a kitoloncolás tágításával és a németországi eseményekkel. Azt hagynám a végére, egy nagyon picit beszélgessünk a többi lap magyar vonatkozású témáival is. Népszava, Tarlós esélyt kínál Orbánnak. A főpolgármester nem ért egyet a Fidesz felső vezetésével, ugye a főváros napok óta, hetek óta attól hangos, hogy válasszon a főpolgármester, a Fidesz vagy a főváros. Igen, hát mindenki arra vár, hogy szólaljon már meg végre Tarlós István. Ugye azt ígérte, hogy a 11-e után, tehát a bírósági tárgyalás után beszélni fog. Itt egy egészen méltatlan, bohózattá fajuló oszlopháború alakult ki a fővárosban, miközben a főváros tele van igazi komoly gondokkal, ezekkel, mintha nem tudna megbirkózni, beleértve a tömegközlekedést, beleértve a közművek működését, ugye leesett néhány centiméter hó, és mindannyian azt tapasztaltuk, hogy leállt a főváros. Ugyanakkor az oszlopok elszállítására volt elég kapacitás. Rosszul látta. Hát én úgy érzékeltem, amikor a kocsiba ültem, és mozdulni nem tudtam se előre, se hátra, hogy itt valami nagyon nem működött. Úgy tűnik, hogy a fővárosi közterület fenntartó minden energiáját az oszlopokra korlátozta. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következménye annak, mivel jár az, hogy a fővárosi önkormányzat egyik képviselője, ugye nem tudjuk, hogy ki, utasítást adott az oszlopok eltávolítására. Ez most minden fővárosinak nagyon sokba fog kerülni. Így a fővárosnak, azaz a mi adónkból. Azaz nekünk. Azaz nekünk, ez több száz millió forintba kerül ez a kis kaland, amit végrehajtottak. Miközben lett volna más feladat. Mennyibe kerülne nekünk, világgazdaság címlapot idézve, ha jöhetne az euró? Teljesítjük a közös pénz bevezetésének feltételeit. Mikor jöhetne az euró, és jó lenne ez nekünk ebben a helyzetben, amelyben most vagyunk, vagy sokaknak igaza van-e abban, hogy még nem alkalmas? Én elfogult vagyok ebben, mert én kezdettől európárti voltam. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen ez a jó megoldás. Az más kérdés, hogy rövid távon spekulatív célokból lehet kedvezőbb kívül maradni. Mert ugye akkor lehet az árfolyamon játszani, ez ad egy mozgásteret minden kormánynak, de én azt gondolom, hogy az ország stabilitásának, gazdasági stabilitásának hosszú távon az az érdeke, hogy részesei legyünk. És ez nem csak egyszerűen érdeket, ez egy kötelezettség, amit mi vállaltunk a belépéskor. És most már teljesítjük a feltételeket is, tehát egy idő után nehéz lesz majd elodázni ezt a lépést. Én remélem, hogy be fogunk. Ráadásul ennek politikai vonatkozásai is lehetnek, ha, bár ugye mindenki cáfolja, mindig lehet kis Schengen, nagy Schengen az eurozóna országaival, az egymással való zárásával, és a mi kívülmaradásunkkal kapcsolatban, ha ez megtörténhet. Ez tulajdonképpen akkor is megtörténhet, hogyha formálisan nem mondják. Aha. Hát már most azt látjuk, hogy egy csomó ország bevezette a határőr ellenőrizést. De ez csak ideiglenesen lehet. Igen, de ez az ideiglenes, ez úgy szól, hogy eredetileg az volt, hogy maximum 6 hónap. Így van? Igen, de most már egy olyan döntés született, hogy ez többszörösen meghosszabbítható, és akár 2 évre is meghosszabbítható, és ha 2 évig fennáll, akkor már nagyon könnyű lesz formailag is és jogilag is ezt véglegesíteni. Tehát itt van egy kockázat. Tehát láthatjuk azt, hogy a menekült válság felszínre hozta az Európai Unió számos problémáját és gyengeségét, a szolidaritás hiányt is minden oldalon, és bizony ennek nagyon könnyen lehetünk mi akár valottjai. Nem csak mi magyarok, hanem a közép- és kelet-európai országok. Előállhat az, hogy itt olyan belső tektonikus mozgások zajlanak le, és olyan belső változások, amik a végén nem csak hogy Schengen lesz, de előállhatnak ismét azok, megvalósulhatnak azok a tervek, amelyek egy mag-Európát akarnak megerősíteni. Tehát egy első és másodosztályú Európára osztanák fel az Európai Uniót. Nem sokára megindul a tervezés a következő pénzügyi ciklus
elosztásainak könnye lehet, hogy ennek is mi leszünk a kárvallottjai, tehát megint nem csak Magyarországról beszélek, hanem a térségről. Óriási a visegrádi négyekről? Igen, a visegrádi négyekről például, igen. A visegrádi négyekkel kapcsolatban azért egyre erőteljesebben megfogalmazódik Nyugat-Európában egyfajta gyanakvás és elégedetlenkedés. Főleg az új lengyel kormány tevékenysége nyomán. De bizonyos értelemben a szlovák kormány is, hát a magyar kormány kezdettől is ide tartozott, ugye mi ebben élenjáróak vagyunk, de Szlovákia is, az új lengyel kormány. Csehországban maga a kormány nem, de az elnök az nagyon hasonló módon gondolkodik. Igen. Ugye nagyon hasonló véleményem van. Tehát van egy olyan vélekedés, ezek az országok a szolidaritást csak addig tekintették fontosnak, amíg ez nekik előnyös volt. Amikor szolidaritást kéne vállalni, az együtt kéne működni, egy közös ügy megoldásában, akkor ez már nekik nem fontos. És ez bizony hosszú távon veszélyes lehet, mert azért mi vagyunk a nehezebb helyzet. Viszont mennyiben módosítja mindazt, amit például önök kritikaként a magyar kormány elmúlt nyár és az elmúlt fél évben történő tevékenységével kapcsolatban megfogalmaztak, azok az új fejlemények, amelyek például Németországban történnek, ugye csak az idén elkezdték elég komolyan naponta több száz menekültet visszaküldeni Ausztriába, a dublini egyezményre jobban hivatkozik a német, illetve Bajorország, mint eddig bármikor, és Merkel kancellár nagyon nehéz helyzetbe került, és maga is úgy fogalmaz, hogy olyan gyengeségek vannak, amelyre nem készült fel sem Németország, sem az Unió, hogy kezelje. Egyértelmű, hogy van egy hangulatváltozás, még Németországon belül is, de talán ott a legkevésbé. De és ez nem csak a CSU diktálja. Nem csak a CSU diktálja, ez az átlag emberekben is. És nyilvánvalóan ennek nagyon rossz szolgálatot tett mindez, ami szilveszter környékén történt. És amelyről egyre több helyen derül ki, hogy máshol is megtörtént, igen, korábban is. Ez pontosan. Svédországban. Igen, ez, és nem csak ott. Én emlékszem arra, hogy amikor Brüsszelben voltam, azért sokan beszámoltak arról, fiatal asszisztensek és mások, hogy ez elő-elő fordult. Ez itt most nagyon masszív volt, tömeges volt, egyszerre volt. De úgy az utcán, a metróban gyakran előfordult ez. Tehát ez az sajnos... előfordulás az egyik fele, a másik a kezelése? Így van. Na jó, de idáig úgy kezelték, hogy nem kezelték. Hát idáig igazából elnézőek voltak a hatóságok is, nem foglalkoztak vele, inkább arra intették az embereket, hogy legyenek óvatosak, ne öltözzenek kihívó módon, és persze a csadorhoz képest minden kihívó, tehát legyünk őszintén, akik ehhez vannak szokva, azok úgy látják, mint a csadorhoz és a keleti öltözködési kódhoz, azok számára egy európai nő átlagos viselete és kihívó. Semmiképp nem a női jogok csorbítása a válasz erre. Sőt, viszont mit gondol arról, hogy például ugye a visszatoloncolás feltételeinek meg módosítása, gyors, drasztikus módosítása lehet egy olyan válasz, ami erre megfelelő eszközül szolgál? Önmagában nyilván nem, de az egyik eszköz lehet. Tehát itt példát kell statuálni. Ez tény, mert itt valami átszakadt. Egyrészt példát kell statuálni, mert ez megengedhetetlen, hogy ilyen történjen. Másrészt ez a német állampolgárok számára is fel kell mutatni, hogy az állam megvédi őket. Mert a jogállam addig jogállam, amíg megvédi az állampolgárait. És mindenféleképpen az egyéni büntetés volna megoldás, a kollektív büntetés. Igen, és pontosan, köszönöm, hogy ezt elmondta, mert azért ez nagyon fontos, hogy itt tényleg sokan voltak és csúnya dolgokat csináltak, de azért itt 1 millió bevándorlóból 1000 ember erről beszélünk, és egészen pontosan kik követték el, abból 32 azonosított. Egyébként a nagyobb része érdekes, ugyan bevándorló, de nem azok, akikkel mi találkoztunk itt. Néhány szír van, és talán egy vagy két afgán közöttük. Nagyobb része az észak-afrikai, akik nem ezen az útvonalon, és nem is most jöttek. Algériaiak, marokkóiak. Ez viszont egy nagyon fontos kérdés, hogy mennyire lehet rugalmasan kezelni például a harmadik ország problémát, hogy Marokkó akkor biztonságos harmadik országe vagy nem. Ugye Szerbiával kapcsolatban csak a magyar kormány döntött ott úgy a nemzetközi joggal szemben, hogy biztonságos harmadik, igen, ország, de a németek is elkezdtek bizonyos országokkal kapcsolatban, Marokkot most rosszul mondtam, biztonságos harmadik országnak minősíteni olyanokat, amelyek eddig nem szerepeltek a biztonságos harmadik országok listáján. Ez ilyen rugalmas a nemzetközi jogban. Ez gyakorlatilag minden ország maga döntheti el, hogy melyik. Tekinti annak, tehát erre nincs nemzetközi standard. Van egy olyan vita az Európai Unión belül, hogy legyen közös. Ezt Juncker egyébként fölvetette. Nagyon fontos lenne. Hát erre nem lett vita, hogy mi biztonságos és egyetértek. Most odáig eljutottak, hogy, hogy a biztonságos országokat, nem mint harmadik biztonsági ország, hanem kibocsátó biztonságos, igen, ország, ebben a listában már egyet tudtak érteni. Aha. Tehát, hogy például Szerbiából érkező embereket nem fogadnak el menekültnek. Igen. Ez ugye a koszovóiakra vonatkozik, mert azok hát vagy Szerbia része, vagy nem, de mindesetre őket sem tekintik, igen, menekülteknek, de az azon keresztül érkezőkre ez nem vonatkozik, az már egy külön eljárás, hogy harmadik biztonságos országnak tekinthető-e például Szerbia. Mi nem tekintjük annak. Hát ez ugye azért érdekes kérdés, mert a Szerbia önérzetét ez persze sérti, hogyha azt mondják, hogy nem biztonságos ország. Ugyanakkor jól jár ezzel.
Olyan, hogy jól jár ezzel? Hát nem, mert hogyha biztonságos ország... Ja igen, az, hogyha nem biztonságos ország. Mert biztonságos ország minősítik, akkor visszaküldhető. Mindenkit. Köszönöm szépen, elfogyott az időnk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.